hogy érdemes az alapokkal kezdeni. Nyilvánvalóan sokszor előfordul, hogy valaki vesz egy bogzsákot, hazamegy, és pippu felkezdi püfölni egészen ütőjeig, addig, amíg vagy a könyöke, vagy a válla meg nem sérül, vagy a zsák nem esik a helyéről, tehát itt azért itt is be kell tartani a fokozatosság elvét, mint minden másban. Nézzük először az alapokat. Beszéltünk az előbb az alapállásokról, illetve az alapállás és az alapállásban való elmozgásról. Kilépés, lépés és elmozdulás, ez nyilvánvalóan nem ugyanazt jelenti. A ütések közben az alapállásban nem ellépünk, csak kilépést lépünk, ezzel stabilizáljuk magunkat. Gyakorlatilag nem helyzetváltoztatás a lényeg ebben a mozdulatban, hanem a stabilitás még tökéletesítése arra a pillanatra, amikor az ütés ugye beérkezik a zsákra. Az első egyenes minden esetben azt az ütést jelzi, amelyik kezünk elől van. Balkezes esetében értelmezően a jobb kéz, jobbkezes esetében természetesen a bal kéz. A magyarán most a bal egyenest fogjuk megnézni. A legfontosabb, ahogy itt látszik az ütésen, hogy kilépés követően kijön a kéz. Most a kilépés biztosan látszik, hogy nem egy métert lépünk ki, hanem egy körülbelül 5-10 centit csak most stabilizáljuk magunkat, majd kilépés követően visszalépünk. Nagyon fontos, látszik itt is, a kéz, ismerjük a mondást, két út között a legrövidebb, vagy két pont között a legrövidebb út az egyenes. Tehát itt a kéz nagyon fontos, hogy nem végezhet ilyen jellegű mozdulatot, se ilyen, se amire, se jobbra, se balra, nevében benne van egyenes. Egyenesen jön ki, egyenesen megy. Másik fontos tényező, a hátsó kezünk, azaz a jobb kezünk nem esik le, ezt így mondjuk, hogy nem esik le a helyéről. Ez azért fontos, mert hogyha ütünk egyet, és közben az ellenfél is egy vicces, és egy közben az ellenfél bejön ebbe a pontba, és akkor ugye jelentős végez, akkor ezzel zárva vagyunk, tehát gyakorlatilag a védekezésünk nem jön ki. Ez egy bal egyenes fejlet, nézzük egy kicsit hangsúlyosabban. Tehát ez lehet azért, jó, lehet bár megelőző ütés általában, illetve előkészítő ütés, lehet erősen demoralizáló hatású.